kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök minden meghívottat Békésváros Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézete nevében a Békési Fürdőben a Limfödéma Centrum megnyitása alkalmából. A járóbeteg ellátásban mindig örömteli esemény egy új gyógyászati eljárás bevezetése, hiszen ezzel a betegek újabb körének életét könnyítjük meg. Talán a jelenlévők egy részének ismeretlenül cseng a limfödéma kifejezés, mint betegség. Engedjék meg, hogy pár szóval megmagyarázzam, miről is van szó. A limfa testnedvet nyirkot jelent, az ödéma pedig duzzanatot, vizenyőt. A nyirokkeringés zavaraként jön létre a bőr alatti szövetben nyirokpangás, mely az érintett végtag vagy végtagok sokszor elefántszerű megnagyobbodásához vezet. A betegség létrejöhet a nyirokerek fejlődési rendellenessége miatt, 10%-ban örökletes tényezők hatására, 85%-ban inkább a nőket érinti, de lehet másodlagos is a betegség, például műtét, daganat, gyulladás, fertőzés, vénás pangás, besugárzás következtében is. Egy progresszív, előrehaladó betegségről van szó, mely jelen tudásunk szerint nem gyógyítható, azonban szakszerű kezeléssel az előrehaladás lassítható, a szövődmények megelőzhetők, és ami nagyon lényeges, a betegek életminősége jelentős mértékben javítható. Milyenek is a kezelési lehetőségeink? A 2011-ben a fürdőfe teljes felújítását lehetővé tevő DAOK pályázat során többféle fizioterápiás eszközzel gazdagodtunk, mély oszcillációs készüléket is beszereztünk, mely a megyében egyedül nálunk található. Ez a készülék többek között alkalmas a nyirokkeringés javítására is. Egy gyógymasszőr munkatársunk pedig megtanulta kézzel végzett manuális masszázs technikát, melyet nagy hatékonysággal alkalmaz a limfödémás betegeknél. A betegekkel beszélgetve mérte fel, hogy mekkora szükség is lenne, ha a limfödéma kezelést kiegészítenénk gépi masszázs technikával is. Ezen kezelést a betegek eddig csak kórházi fekvőbeteg ellátásban kapták meg Békéscsabán, a Réti Pál Kórház mozgásrehabilitációs osztályán. Mivel ezen betegek nehezen járnak, a helyben és járóbeteg ellátás keretében végzett kezelés jelentősen megkönnyítené helyzetüket. A hullámmasszázsgép beszerzése azonban meghaladta a rendelőintézet költségvetését, ezért kértük fel az Ultrahanggal az Egészségért Alapítványt, hogy segítsenek. A már említett munkatársunk, Weigertné Béna Judit, áldozatos munkájának eredményeként kerestek szponzorokat, adományozókat, akik összeadták a műszer beszerzésére az összeget. Hogyan érhetik el az érintett betegek ezt a kezelést? A limfödémás betegek megjelenhetnek a házi orvosuknál, aki beutalhatja őket szakorvoshoz, akár bőrgyógyászatra, sebészetre, belgyógyászatra, ortopédiára vagy reumatológiára. Szakorvosaink intézik és szervezik majd a további teendőket, kompressziós pólya felírását a limfödéma kezeléshez, a reumatológián pedig felírhatják a fizioterápiás kezelési módokat, így most már a gépi limfödéma kezelést is. Általában egy kúra 10-15 alkalomból áll, tehát 2-3 hétig tart, és fél évente ismételhető. Belgyógyászként egy személyes élményemet hagy meséljem el. Középkorú nőbetegem szavai visszacsengenek fülembe, aki a manuális masszázsterápia után visszajött hozzám kontrollra, és örömmel jelentette, hogy évek óta nem tudott elmenni nyaralni, és annyira nehéznek érezte a lábát, és most már a kezelés hatására ez először sikerült neki, és milyen boldog a család. Úgy gondolom, hogy betegeink visszajelzése bizonyítja a komplex terápia sikerét, és egyben munkánk értelmét is jelenti. Egy úgymond kisvárosban is megvalósítható és bevezethető újabb kezelési eljárási mód, ha összefogunk. És vezetőként ebben könnyű dolgom volt, hiszen olyan munkatársakkal dolgozom, igazi teamben, csapatban, akik kezdeményezők, kreatívják, a kivitelezésben maximálisan lehet rájuk számítani, és napi, nem kis megterhelés mellett szabadidejük egy részét is áldozzák a feladat elvégzésére. Köszönöm nekik, az alapítvány kuratóriumának és minden adományozónak. Közöttük, akik hozzájárultak, azok nevét egy emléktáblán örökítettük meg, melyet itt a falon láthatnak.
Átadom a szót az alapítvány kuratórium elnökének, dr. Rácz Lászlónak. Az alapítványunk életében mindig öröm egy műszerrel, vagy egyéb segítséggel az intézet szakmai munkájának a segítése. Ebben az esetben is ez történt, és ha majd látni fogják a készüléket, 760.730 forintért vásárolta az alapítvány, és adtuk át az intézetnek működésre. Ez az összeg részben, ahogy igazgató asszony elmondta, az önök felajánlásából, konkrét cél felajánlásából, másrészt az alapítványhoz befolyt SZIA 1%-os felajánlásakból tevődött. A jövőben is szeretnénk az intézet szakmai munkáját segíteni. Én azt kívánom minden betegnek, akik ezt igénybe veszik, hogy az életminőségük jobb legyen, és ezzel az alkalommal, hogy ezből az alkalomból köszönni a kuratórium, hogy ilyen szép számba érdeklődéssel megjelentek. Reméljük a jövőben is lehetőségünk lesz a segítés. Köszönöm szépen. Tisztelt igazgatóasszony, főorvos úr, kedves megjelentek. Nagyon nagy örömmel jöttem ismét a fürdőbe, mert valamit újra átadunk, és valamit újra úgy adunk át, hogy közadakozásból valósult meg. Természetesen a betegek szempontjából ez mindegy, hogy közadakozásból vagy beruházásból valósul meg. Az a lényeg, hogy gyógyítson és a célokat szolgálja. Viszont a város vezetésének, a város lakosságának, a város életvitelének szempontjából példaértékű az az összefogás, ami korábban is megvalósult a fürdőnél, és most is megvalósul egy újabb eszköz átadásával. Ez jó példát mutat arra, hogy ha összefogunk, kisebb és nagyobb dolgokat meg tudunk oldani. És ahogy az idő telik, láthatjuk, hogy egyre több ilyen adakozás, egyre több felszerelés és lehetőség adódik össze. Az az embereknek a lelki világát mutatja, hogy valahogy a polgárias szemlélet az a szemlélet, ami arra ösztönöz bennünket, hogyha nekünk van, vagy ha kevesebb is van, de van megosztani való pénzünk, akkor jó célért áldozunk. Tehát ez önmagában is egy követendő példa, és azért tartom fontosnak, hogy nyilvánosságot kapjon az esemény, még ha értékében nem is több milliós beruházásról van szó, bizonyára azoknak, akik ezt fogják használni, azoknak ez nagy érték, hiszen ahogy itt hallottuk, az életvitelükben sok könnyítést jelent, még akkor is nagyon fontos, hogy a nyilvánosságot megkapja, hiszen hadd lássa a közvélemény azt, hogy ilyen események fordulnak elő a városban, a közösségben, mert ezáltal jó példát mutatunk. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben dolgozott, elindította, útjára indította ezt az akciót, illetve hát lelkesen összegyűjtötte rá a hozzávalót. Úgy gondolom, hogy a fürdőnek a fejlődése, illetve a reumatológiának a fejlődése az folyamatos, hiszen, mint említettem, ugye külső medencét adtunk át, nemrég gőzkabint, igaz, hogy az nem kifejezetten a gyógyászatot, de azért megelőzésre, meg bizonyos aszmatikus betegségek gyógyítására lehet, hogy alkalmas lehet. Most egy másik eszközzel gyarapodtunk. Én abban bízom, hogy olyan repertoárt tudunk közeljövőben felkínálni, amivel részben ugye a helyi lakosságot, meg a járási lakosságot, hiszen Békés, mint körzetközpont, 9 településnek a lakosságát látja el gyógyászatilag. De a továbbiakban a gyógyturizmusnak is egy olyan bázisává válhat ez az épület, amire vágynak ugye a békésiek már nagyon régen, és ami egy kicsit jobban kitárja a kapuit a turizmus irányában. Ez egy pici lépés ebben az irányban, nagy lépés azoknak a betegeknek, akiknek erre szükségük van. Én azt kívánom, akik itt vannak, de az adakozókedvüket
ne veszítsék el, hiszen van még üres hely. Van még üres hely kint az udvaron is, amit be kell építeni, itt bent is, és bízunk abban, hogy a következő ciklus végére részben adományokból, részben Európai Uniós támogatásból teljesen komfortossá tudjuk tenni magát a rendelőintézetet, a hiányzó berendezéseket be tudjuk szerezni, a megépülő 16 szobás panziót egy folyosóval össze tudjuk kötni az épülettel, tehát a megközelítése az épületnek, a folyamatos kezelések lehetősége az a jövőben biztosítva lesz, és ezáltal még tovább fejlődik a kisvárosunk, és még többet tudunk adni a lakosságnak és az ide látogatóknak. Úgyhogy ebben a reményben köszönöm meg még egyszer az adományt, és használják egészséggel azok, akiknek szükségük van rá. Köszönöm szépen! Végül szeretném invitálni a jelenlévő érdeklődőket, kedves vendégeink, hogy tekintsék meg a gépet és a kezelőhelyiséget, de akár az egész fürdőt is. Én még emlékszem, hogy mint találtunk én a kezelőfőiskolán, és az első diákja voltam, akivel